A földgáz szállító karbantartási munkálatainak okán Beretyújfaluban szeptember 19-én hétfőn reggel 7 órától szeptember 20-a 12 óráig gázszolgáltatási szünet lesz. A TIGÁZ szóvivőjének tájékoztatása szerint a két nap alatt ez a város valamennyi ingatlanát érinti. Száraz Gábor kérdésünkre elmondta azt is, mi a teendő a gázszolgáltatás szünetelése kapcsán. A földgáz szállító ZRT fog karbantartási munkálatokat végezni, és emiatt szünetel a szolgáltatás. Ez azt jelenti, hogy ameddig a földgázszállító végzi ezt a munkát, addig a TIGÁZ sem kap tőle gázt, tehát gyakorlatilag nem fogjuk tudni mi sem biztosítani a szolgáltatást a fogyasztóknak. A gázszünet az szeptember 19-én reggel 7 órától szeptember 20-án déli 12 óráig fog majd tartani. Ebben az időpontban nincsen földgázszolgáltatás, és azt is tudni kell, hogy a karbantartási munkálatok ugyan szeptember 20-án 12 óráig tartanak, de mire Beretyújfaluban a helytartásokban vissza fogjuk tudni adni magát a TIGÁZ-nak a szolgáltatását, az várhatóan egy kicsit később lesz majd csak, tehát nekünk egy pár órára szükségünk lesz, hogy végigjárjuk majd a fogyasztási helyeket, ugyanis abban a pillanatban, ahogy a gázszolgáltatás kvázi megszűnik, az a kérésünk a fogyasztókhoz, hogy a gáznyomás szabályozó és a gázmérő előtt beépített elzáró szerelvényt, hivatalosan ilyen fogyasztói főcsapnak is nevezik, ezekkel kezelő karját legyenek szívesek elzárt állapotba fordítani. Ez azért nagyon fontos, hogy abban az időszakban, ameddig nincs szolgáltatás, addig a fogyasztói vezetékhálózat is el legyen zárva. Mi a szolgáltatást? Természetesen csak ellenőrzött körülmények között tudjuk majd visszaadni. Ez azt jelenti, hogy mielőtt újra nyomás alá helyezzük a vezetékrendszert, mi természetesen ezt ellenőrizni fogjuk, illetve nyilván a fogyasztási helyeken is egy ellenőrzést kell majd végrehajtani, hogy tisztában legyünk és meg tudjunk győződni arról, hogy a fogyasztási helyeken is, hogyha újra nyomás alá helyeződik a rendszer, akkor ebből nem lesz probléma vagy baleset. Az is a kérésünk még a fogyasztókhoz, a háztartásokon belül működő gázüzemű készülékekkel kapcsolatban, hogy a gázkészülékek elzáróját, ezt egy ilyen golyós csapnak is nevezik, ezt legyenek szívesek elzárni. Amikor a szolgáltató elmegy és ellenőriz egy fogyasztási helyet, abból a szempontból, hogy vissza lehet adni a szolgáltatást, akkor a gáz visszaadása után a fogyasztónak a következő dolgokra kell majd figyelnie. A gázkészülékek elzáróját ezt el kell zárnia, azért, hogy amikor újra nyomás alá helyezzük a vezetéket, akkor ne lehessen baleset. Például egy nyílt lángú vízmelegítőnél, ha ezt nem zárják el, előfordulhat, hogy maga a készüléknél a csap nyitott állapotban van, visszaadjuk a gázszolgáltatást, és akkor ott kicsap a láng. Tehát nagyon fontos, hogy a szolgáltató az ellenőrzi a fogyasztói rendszert és nyomás alá helyezi, de cél, hogy ezt úgy tegye meg, hogy a fogyasztói készülékek azok el vannak zárva, és két lépcsőben történik meg majd ugye a végül is a teljes helyreállítás, vagy a szolgáltatás helyreállítása, visszaadja a szolgáltató a gázt, és utána a fogyasztó egymás után bekapcsolja majd a gázüzemű készülékeket a lakásában. Ez azt is jelenti, hogy amikor a szolgáltató visszaadta a gázszolgáltatást, akkor az úgynevezett fő elzárót, aminek az előbb említettem, hogy az elzárását kérjük, ezt újra meg lehet majd nyitni. Aztán a gáztűzhelyek, a vízmelegítők elzáróját is újra lehet majd nyitni, a gázkészülékeket be lehet gyújtani, hogyha valamelyiknél láng kialvás volt, akkor természetesen azt meg kell próbálni addig újraindítani, ameddig ez sikerül. Alapesetből egyébként háromszori próbálkozásra ennek sikerülnie kell. Az is a kérésünk még a fogyasztókhoz, hogyha a szolgáltatási szünet idején vagy a visszakapcsolást követően bárhol gázszagot éreznek vagy szivárgást észlelnek, akkor ezt a TIGÁZ éjjel-nappal hívható diszpécseri telefonszámán legyenek szívesek jelezni. Ez a 0680-300-300. Az is nagyon fontos, hogy abban az időszakban, amíg a szolgáltatási szünet tart, addig az a kérésünk, hogy a fogyasztók ne használjanak gázüzemű készülékeket, ugyanis ha megkezdődik a karbantartási szünet, akkor a TIGÁZ gázvezetékében
természetesen még bizonyos fel nem használt mennyiségű gáz ott van. Ez azonban nagyon fontos ahhoz, hogy ezekben a vezetékekben egy minimális nyomásszintet szent tudjunk tartani, ugyanis amikor majd a szolgáltatási szünetnek vége van, és a tigáz is újra kap gázt, akkor gyakorlatilag ezt az egész vezetékrendszert akkor fogjuk tudni hamar újra indítani, hogyha egy minimális nyomás a vezetékhálózatban már fent van. Hogyha a szolgáltatási szünet ideje alatt ezt az úgynevezett puffergázt a fogyasztók gyakorlatilag azáltal, hogy használják a készülékeket, kiszívják a vezetékrendszerből, akkor természetesen a szolgáltatási szünetet követően csak sokkal hosszabb időn keresztül, vagy sokkal hosszabb idő elteltével tudja majd a szolgáltató is a lakosságnak visszaadni a gázt. Egy kérdés, említette azt, hogy a fogyasztóknál is ellenőrzik a tigáz szakemberei a visszakapcsolásnál, hogy ez megfelelő-e. Ugye ez Berettyói falu valamennyi lakását érinti. Ez mit jelent pontosan? Tehát önök valami központi rendszeren fogják ezt nézni, vagy a lakosok várhatnak akár lakásonként tigáz szakembereket ebben az időszakban? Általában, amikor egy ilyen tervezett gázszolgáltatási szünet van, akkor előtte szórólapokat, plakátokat helyezünk ki az érintett településen, illetve vannak olyan autóink, amik a településen körbejárnak és ilyen hangos bemondóval adnak tájékoztatást. Alapesetben egyébként ez úgy zajlik, hogy a meghirdetett gázszolgáltatási szünetnek a végén, ugye ez déli 12 óra, elkezdik a fogyasztási helyeket felkeresni a mi kollégáink. Az nagyon fontos, hogy ilyenkor a bejutást biztosítsák a fogyasztók, mert akkor annál gyorsabban tudunk ellenőrizni, és annál inkább hamarabb tudjuk visszaadni magát a szolgáltatást. Amit még szeretnék mindenképpen jelezni, hogy a lakossági fogyasztókon túl a nagyobb fogyasztókat, őket természetesen erre az időszakra kizárjuk, és ezt viszont, hogy náluk a kizárás megtörtént, és hogy nincs gázfelhasználás, ezt mindenképpen ellenőrizni is fogjuk majd egyébként. A közlemény alapján, ha az információim jók, akkor ez Berettyói falu mellett más környező településeket is érint. Itt ugye egy gázvezeték szakaszról van szó. Tehát az a gázvezeték szakasz, amit a földgázszállító ZRT által végzett karbantartási munkálatok miatt nem tudunk gázzal ellátni, ott fog most a szolgáltatás szünetelni, és azok a fogyasztók, akik erre a vezeték szakaszra kapcsolódnak rá, azokat érinti ez a szünet. Köszönöm, hogy mindezt elmondta nekünk, mert talán azt ismételjük meg, hogy bárkinek, ha kérdése van, akkor hova tud fordulni, akár Berettyói falu tekintetében. Én azt gondolom, hogy mindenki a tigázhoz tud fordulni. A hétköznapi ügyekkel kapcsolatban a tigáz ügyfélszolgálata kereshető föl, ha pedig gázszivárgás van, akkor egy külön erre fenntartott, a korábbiakban elmondott telefonszámon lehet bármilyen bejelentést tenni. A gázszolgáltatási szünet tehát várhatóan szeptember 19-én hétfő reggel 7 órától szeptember 20-a 12 óráig tart. Berettyói falu mellett a Berettyó-Szentmártoni városrészt is érinti, illetve a térség 30 településén is gázszünet lesz.